Sziasztok! Ez a videó azért készül el, mert ma van pontosan egy éve, hogy elkezdtem az aktívabb kriptókereskedéses, nem is tudom, hogy fogalmazok, utamat, és szeretnék egy kis összefoglalót csinálni, és néhány véleményt elmondani arról, hogy én hogy láttam ezt az egészet, hogyan éltem meg ezt az egészet, és ha valaki most szeretné elkezdeni ezt az egész utat, akkor mi az, amire számítson, és remélhetőleg tudok néhány olyan információval szolgálni, ami segítséget fog nyújtani mindenkinek, aki elkezdi ezt az egészet, és az inkább ilyen mesélős verzióra gondoltam, miközben látni fogjuk a képernyőmön az elmúlt kicsit több mint egy évnek az alakulását. Szóval tavaly december 20-án kezdtem el, ez gyakorlatilag azért ekkor volt, mert 18-a volt az utolsó munkanapom, és hát egy egész szombatot pihenve vasárnap valamiért, nem tudom miért, ne kérdezzetek, miért elkezdtem kicsit videókat nézni a YouTube-on, és rátaláltam, azt hiszem Ivan on Tech volt az első videós, akinek a videóit elkezdtem nézni, és mindvégig néztem addig, amíg a technikai elemzésekkel foglalkozott, aztán átért, ő inkább ilyen programozásos része, ami ugyancsak érdekel, csak ahhoz más lelki világ és ihlet kell ahhoz, hogy az ember abba jelentősen bele tudja mélyedni, illetve azért oda még kell némi nemű fejlődés a számomról, vagy részemről, hogy azzal érdemben tudjak foglalkozni, hiszen azért az nem a sima programozás sem egyszerű, de azért a blokkláncon levő programozás még bonyolultabbnak gondolom, aztán lehet, hogy nem az, nem tudom, nem foglalkoztam így vele. Szóval december 20-án valahol itt ilyen 23-24 ezeres bitcoin árfolyamon kezdtem el az utamat, méghozzá úgy, hogy ha jól emlékszem, 100 dollárt zsebből, meg 250 dollárt abból, hogy akkor már több mint két éve csinált Hashing Space tokenjeim egy részét eladtam, és ebből 250 dollárt realizáltam. És kemény 350 dollárral, ami azóta is nekem nagy pénz, most is, és akkor is nagy pénz volt. Elkezdtem gondolva, hogy azért ugyanez nem kevés pénz, de hogyha elveszítem, akkor talán az óriási nagy szakadás nem jelent a pénzügyi helyzetemben, de azért nem kevés kockázatot vállaltam, úgymond. És akkor nézegettem a dolgokat, és az első egyik coin, amivel elkezdtem kereskedni, jobban módon vásároltam, az a Cardano volt, azt hiszem olyan 19-en környékén vettem, vettem Origin Trace, ezt a szamaszt. Gyakorlatilag azt csináltam, hogy néztem a videókat, és a szimpatikus youtuber, hogyha csinált videót arról, hogy ez meg ez a coin vagy token 10x-et fog csinálni, vagy 100x-et fog csinálni a következő hónapokban, vagy akár már ezen a héten, akkor én nem voltam rest, és néhány dollárt, általában 50-100 dollárt raktam egy-egy ilyen tokenbe, vagy coinba, és hát mivel itt láthatjátok egy bikafutam alján, vagy hát a kezdete után egy picivel szálltam be, ezért nem volt nagy kunst az, hogy olyan dolgokat vegyek, ami fölfelé megy. És hát a Cardano volt az egyik, ami több mint kétszeresre fölment, amikor eladtam, és azt hiszem, talán ezt a pénzt használtam fel arra, hogy a Daisy-be befizessek néhány csomagot, és gyakorlatilag a januári, ami itt volt, csúcs utáni visszaesésből kimaradtam,
valami isteni szerencse által, és ugye mivel felhasználtam januárban a pénzt, egy kicsit ugye likviddé kellett válnom, és itt vissza tudtam szállni, és utána egy még nagyobb bigafutamba, vagy hát felfutásba sikerült beszállnom, és gyakorlatilag valahol február végére ott tartottam, hogy hát én nem tudom, hogy ezek mi a frászról beszélnek, hát ez a világ legegyszerűbb dolga. Ott akkor már ilyen 2000 dollár sikerült abból a 350 dollárból összehoznom, úgyhogy 400-at sikerült kiadnom a CryptoFace-nek az indikátor csomagára, illetve ide-oda tokeneket vásárolgattam mindenhol, és elég szép növekedéseket értem el, illetve azt csináltam, hogy minden hónapban fizetés után azért 1-200 dollárt még pluszba beleraktam a dolgokba, úgyhogy tényleg a világ legnagyobb császárának képzeltem magam, és a piac az gyakorlatilag abba a pozícióba rakott, amibe szeretett volna, hogy kerüljek, tehát az abszolút önbizalom és nagy képűség fázisába. És hát mi történt? Hát lett egy szép 30%-os, vagy 35%-os letörés, amit úgy megszívtam, mint a szél. És hát ez volt az első pofon, amikor azért a portfólióm azért egy jelentős, jó 20-25%-os esést szenvedett el. Ugyanekkor próbálkoztam azzal, hogy hedgerem a Bitcoin esést Cardano-val, azt hiszem, és ezt azért tettem, mert ha minden igaz, akkor atájt jött ki a Mary Shelley fejlesztés, ami ugye az alapja volt annak, hogy később majd megtudják ja nem, azt hiszem, az a deflációs dolog volt, vagy az később volt. Mindegy, valamilyen fejlesztés volt, ami jelentősen növelte a Cardano-nak az értékét, és hát föl is ment 1 dollár 48 körülre, én meg valahol, nem tudom, 1 dollár 38, vagy valami hasonló dolgon szálltam be, úgyhogy akkor Ethereum-on volt, és azt váltottam át, mert az Ethereum-hoz esett. Gondoltam, hogy jó van, hát veszettem egy pár száz dollár, de majd a Cardano most fölmegy 2 dollárig, aztán 5-ig meg se áll, aztán hát marhára nem ez történt, jött egy úgynevezett buy the rumor, sell the news esemény, ami azt jelenti, hogy amikor pletykálják, hogy lesz ez a fejlesztés, akkor az emberek bevásárolnak, és amikor a fejlesztés az megvalósul, akkor meg eladják szépen a tokenjeiket, vagy coinjaikat, hogy miért, ne kérdezzétek, fogalmam sincs, lehet egyfajta profit realizálás, vagy pedig az, hogy nem biztosak abban, hogy a fejlesztés jó lesz-e, és várnak egy vagy spekulálnak, hogy tényleg lejjebb esik, és akkor alacsonyabb áron vissza tudják venni. Leesett 1.25-re, aztán 1 dollár környékére is, amikor a Bitcoin tovább esett. Úgyhogy ott nagyon sokáig, aztán másfél hónapig bent ragadtam abban a kereskedésben. És hát ez volt az első nagy hiba, amit a kezdők nagy része elkövet. Hogyha pirosban van egy coinod, eladod és átváltod egy másik coinba, ami fölfelé megy, aztán az is leesik, úgyhogy így duplán veszítesz az egészen. Úgyhogy ez a tipikus pirosban eladás, zöldben vásárlás olyan mintapéldáját csinálta meg az ember, hogy ihaj. Úgyhogy szépen sorba jöttek a pofonok, és az ember hát ugye kifizeti a tanuló pénzt, és próbál belőle tanulni, de nem feltétlenül sikerül. Aztán jött a következő bikafutam visszahúzódás, bikafutam visszahúzódás, és elérkeztünk valahol június, május, június környékére, amikor ugye 60 ezer környékéről visszaesett 30 ezerre a Bitcoin árfolyam, és elkezdett oldalazni veszettül hónapokon keresztül. Aztán augusztustól megint egy felfelé ívelést értünk meg, újabb all-time high csináltunk a 69. összám, most megint egy lefelé ívelést élünk meg, ami hát bízunk benne, hogy nem megy az októberi, szeptember-októberi alacsony érték alá. Ha alacsonyabb alá, ez alá menne, akkor az úgy nem
nem igazán lenne jó. De a lényeg az én történetemmel, hogy ugye, ahogy az előbb mondtam, a vásárlásomat főként érzelmi okok irányították, persze mindig tudtam egy fajta elméletet köré kialakítani és megalkotni, hogy ez azért, mert ez most egy ilyen fejlesztés lesz, ennek jó alapjai vannak, ez Afrikában sok embernek segít, bla bla bla. De a lényeg az, hogy igazából ahogy az egész piacot az emberek, akik befektetnek a piacba, az érzelmeik vezérik, kivéve azt a pár bálát, aki azért az elmúlt 10x év alatt megtanulta, hogy hogyan tudják mozgatni az ő kedvük és kényük szerint az egész piacot, illetve azért a fake news, mi az újságírás is rettenetesen a kezük alá játszik, hiszen csak ki kell hozni 52-szerre, hogy Kína betiltja a bitcoint, és már is 20%-kal esik a bitcoin árfolyama, pedig ezt már eljátszották 1000-szer. Nem mindig minden egyes alkalommal működött, vagy működik. Most valószínűleg ezt utoljára láttuk, mert most tényleg betiltották, és itt az elmúlt napokban való esést, vagy elmúlt hetekben való esést főként ez irányít, hogyha lehet hinni ezeknek a youtubereknek, akiknek a videóit még azért helyek közel nézem. Tehát elérkeztünk valahova szeptember-október magasságába, ahol már olyan szinten éreztem magam profinak, annak ellenére, hogy azért a veszteségek jöttek helyel közel, de mégis a 3500 vagy 350 dolláros kezdő értékhez képest bőven 3000 dollár fölött voltam, úgyhogy közben azért, amit megtermeltem, profitot valamelyest realizáltam, beraktam egyik másik üzletembe, online üzletembe, és így összességében nem számoltam ki, hogy mennyi profitot sikerült összehozni, és hol tartok valójában, de a lényeg az, hogy az önbizalmam az ugyan egy kicsit megtépázta az a mi az április-májusi esés, de annyira vészes veszteségeket nem realizáltam, azért általában ki tudtam profitta vagy minimális veszteséggel szállni, és így ilyen átlagos napi 0,5-1% körüli hozamot tudtam realizálni. Viszont ehhez egy olyan zombi üzemmódba kellett átmennem, ami hosszú távon nagyon egészségtelen, rettenetesen sok stresszel jár, rettenetesen sok időt veszel a családtól és minden egyéb dolgoktól. Tehát, hogyha belekezdesz és napi kereskedő akarsz lenni, akkor erre fel kell készülni, hogy a magánéleted gyakorlatilag megszűnik, és csak a gyertyadiagramokat, vagy a Heikenási diagramokat nézegeted éjjel-nappal, felébredsz az éjszaka közepén, és ránézel a telefonodra, vagy bekapcsolod a számítógépedet, és nézed, hogy merre ment az árfolyam. Állandóan ezen jár az agyad, és nem tudod kipihenni magad, ami természetesen fáradtá tesz, és a fáradtság az hülye döntésekre ösztönöz. Nekem annyi előnyöm volt, hogy én amúgy is szaralvó vagyok, úgyhogy 3-4 óra alvás után amúgy is föl szoktam mindig ébredni, és hát nem volt olyan egy újdonság, hogy a telefonomat nézegettem egy-két órán keresztül, hát egy-két órát nem, de azért egy fél-egy órán keresztül, és néha kereskedtem, néha nem. Amikor nem kereskedtem, akkor utána reggel kiderült, hogy kellett volna, amikor meg kereskedtem, akkor kiderült, hogy nem kellett volna, de hát ez már csak ilyen. Gyakorlatilag ez az egész piac úgy van fölépítve, hogy abszolút egyensúlyi állapotot érjen el. Tehát az, hogy amikor a videósok mondják, hogy hú, ez 100x-et meg 1000x-et csinál, az úgy lehetséges, hogy te 100-szoros nyereséget tudjál realizálni, hogy valakinek ugyanannyit kell veszíteniük. És ezért van az, hogy akik elkezdik ezeket a kereskedéseket, a 96-78%-uk veszít. És főleg azok veszítenek, akik ugye tőkeáttételes kereskedésnek, hiszen ott nem veszed meg fizikailag
a tokent vagy coint, hanem hitelt veszel fel, és arra fogadsz, hogy majd a jövőben valamikor az olyan árfolyamon lesz, amire te tippelsz, hogy magasabb vagy alacsonyabb. És addig, amíg ugye nem tőkeáttételezel, a kezedben van, úgymond, vagy hát a váltónak a pénztárcájában van a tokened vagy a coinod, és ott azért arra van esély, hogy hosszú távon fölfelé megy, de hogyha a tőkeáttételezel, akkor csak a kamatokat fizeted, és azt nem engedheted meg, hogy hónapokig vagy évekig csak kamatot fizess, hiszen az elég borsos áru, és az nem egy jó stratégia. Tehát a tőkeáttételt én senkinek nem javaslom, annak ellenére, hogy ezt a többi időmben is megérkeztem, természetesen kipróbáltam, hiszen a kezdeti sikerek után úgy gondoltam, hogy hát hogyha pár hónap alatt csinálok $350-ból 3500-at, akkor tőkeáttétel lesz, megcsinálok egy tízszeres minimális kockázatú dolgot, akkor az egy pár hónap alatt akkor 35 ezer lesz, aztán még csinálom év végig, azt hiszem, hogy 3,5 millió dollárom lesz, abból átváltok 1 milliót fiatba, a többit meg berakom valami DeFi-ba, vagy több DeFi-ba, hozza 6-7-8%-ot havonta, és bőven megélek azoknak a kamataiból, illetve árfolyam növekedéséből, meg abból az 1 millió dolláros fiatból, amit kiveszek. Na hát ez a lehető legkevesebb embernek sikerül. És ahogy a gyásznak is vannak különböző fázisai, a kriptokereskedés napi kereskedő fának is van, mindenkinek van egy ilyen fázis, amikor elkezdi tapasztalatlanul, veszi a dolgokat, belenyúl, mert kezdő, csinál több X-et, elbízza magát, megy tőkeáttételbe, elveszíti a pénzét, akár az összeset is, hiszen ott ugye az összes pénzedet el tudod veszíteni, hiszen ugye, hogyha olyan, annyira nem abba az irányba megy az árfolyam, hogy likvidálódsz, akkor attól kezdve a teljes tőkédet átvette, vagy elvette. Tehát ugyanúgy, hogyha jó felé tippelsz, akkor többszörösét tudod, tízszeresét, húszszorosát, százszorosát nyerni, de hogyha nem jó irányba, akkor ugyanennyi szeresét el is tudod veszíteni a pénzednek. És lényeg az, hogy tehát tőkeáttételezel, és akkor vagy lenullázod a fiókodat, vagy hogyha szerencséd van, mint nekem, vagy hát részben szerencséd van, akkor még idejében kiszállsz. Én kiszálltam valamikor a nyár végén, és úgy gondoltam, hogy egy nagyon jó helyre belerakom a lóvémat, $1500, méghozzá az Axie Infinity-ben, ami ugye egy ilyen online játék, és abszolút fel volt kapva, még talán most is fölkapott. És hát mondom, hogyha itt az emberkék tudnak napi pár óra játékkal itt akár $100 is naponta keresni, akkor miért ne tudnék $10 keresni naponta, az $300 egy hónapban, az úgy tök jó, mert közben esetleg ezek a kis állatkáim is az értékem egy följebb, vagy azokat lehet majd tenyészteni, meg akármi, és akkor ebből majd szépen jó pénzeket lehet csinálni. Aztán ez a történet igazán jól alakult. Kiszállni azóta se tudtam belőle, egy ilyen kis manókát eladtam, viszont a váltás az Ethereum hálózaton ment akkor még, és nem hiába volt meg a tranzakciós költségemre, vagy arra a tranzakciós költségre $100-$150, nem tudta átrakni, vagy nem ment valamiért át a lóvé, úgyhogy ott egy laza $400-500 biztosan elveszítettem, a maradék kettőt fölraktam ugyancsak eladásra, mert azóta megcsinálták a Binance-es átjárót, és azzal, hogyha el tudnám adni ezeket a szarokat, akkor talán egy 500 kötőjel $1000-os kiszállással, 500 kötőjel ugyancsak $1000-os veszteséget tudnék csak realizálni, de azért akár az 500, akár az $1000 az most abszolút jó jönne. De mindegy, a lényeg, hogy ki tudtam szállni ebből a halálspirálból, amit a tőkeáttételes kereskedés jelent, és jó
volt ez arra is, hogy a napi kereskedésem gyakorlatilag így konkrétan megszűnt, hiszen nem volt nagyon lóvén, pár száz dollár volt a pénzem, amivel tudtam kereskedni, és most már jóval nyugodtabban, jóval kevésbé hektikusan próbáltam nem naponta kereskedni, nem volt rajtam olyan saját belső nyomás, hogy minden áron kell nekem kereskedni, minden nap kell valamennyi százalékot hozni, hanem úgy voltam vele, hogy amiben potenciált láttam, az hagytam akár hónapokig, csinált 20-30 százalékot, akkor némi nemű profitot már lehetett realizálni. De igazából azt a fajta 5-10 szerezést, amit az elején, az év elején, vagy az a tavalyi év végétől számítva tudtam csinálni, azt már nem tudtam megismételni egyszer sem, ami azért, ami annak is betudható, hogy a piac az teljesen más, mint ami eddig valaha is volt, és nagyon nehéz alkalmazkodni hozzá. Ugye a nagy befektetők is beszálltak, és hát még sokan be akarnak szállni, és ezért mesterségesen lent tartják az árfolyamokat, próbálják lenyomni, aztán egyszer-egyszer vannak ilyen nagyobb fellendülések, ahol fölmegy egy 50-100%-ot a bitcoin, ami magával hoz egy csomó minden mást, aztán megint visszaesik egy 10-20-30%-ot, akkor megint följebb megy, úgyhogy megy ez a húza, erez meg, engedd el játék. A bálnák próbálják a lehető legtöbb bitcoint, illetve egyéb nagy coinokat elcsaklizni azoktól az emberektől, akik türelmetlenek és akik tapasztalatlanok. És hát ugye ebbe szépen én is bele sétáltam. Úgyhogy ez egy nagy tanulság az egészben, hogy gyakorlatilag, hogyha türelmes, vagyis nagyon türelmesnek hiszed magad, nem vagy az, tehát ha kereskedsz, akkor meg fogsz őrülni. Hogyha szerencséd van, akkor csak néhány napig vagy hétig lesz ez a zombi állapot, ami nekem hónapokig volt, még beláttam, mert fafejű vagyok, és nem szeretem feladni, hogy ez nem nekem való, és nem jó ez, nem hoz annyit, amennyi megérné, hogy azt az álmatlanságot, azt a családtól elvett időt kompenzálja. Úgyhogy lehiggadtam, és inkább az online üzleteimbe rakom a pénzt. Van 2-3 tokenem, amit tartok, és amit remélek, hogy majd följebb fog menni, de ez egy másik sztori. És a lényeg az, hogy nagyon figyeljetek néhány dologra, itt próbálom összeszedni így, tudom, egy kicsit csapongóan a dolgokat, hogy ugye a legfontosabb dolog, amikor elkezdesz kereskedni, hogy valahonnét kriptót kell vásárolnod. Én a Mr. Coin-t használtam, mindig is, most azt hiszem CoinCash lett a neve, vagy hát megvette ez a CoinCash nevezetű cég. Ugyanolyan, ha nem jobb szolgáltatást nyújtanak. Gyakorlatilag folyószámláról tudsz befizetni. De ez, hogy be tudjál fizetni, az kell, hogy hova kerüljön, tehát egy pénztárcát. Na most, hogyha váltóban, és ez egy centralizált váltó lesz valószínűleg első lépésben, hiszen vizuálisan sokkal jobb, kényelmesebben lehet kereskedni egy centralizált váltó, mint egy decentralizálton. Viszont ez ugye veszélyekkel is jár, hiszen akármilyen jó biztonsági intézkedései vannak a cégnek, minden váltót fel tudnak törni előbb-utóbb, és addig, amíg nem a te saját pénztárcádban, kriptos pénztárcádban tárolod a kriptódat, addig ugye nincs semmilyen garancia arra, hogy nem törik fel és nem veszik el a kriptód, és azért az sok embert elég érzékenyen tud érinteni. Tehát hogyha aktívan kereskedsz, akkor persze váltóban kell tartani a pénzt, viszont hogyha nem, akkor érdemes akár egy böngészős kiegészítős Tron Walletre, vagy MetaMask-ra, vagy akármilyen hasonló pénztárcában tartani a pénzt.
elnézést, kiszáradt a szám. Hogyha viszont nem kereskedsz, akkor ugye ezekbe a váltokban tárolod, amik már jóval biztonságosabbak, de ugye csatlakoznak az internethez, és akkor ez ugyancsak sebezhetőséget biztosít, feltörés biztosít, de jóval nehezebb feltörni ezeket a pénztárcákat. A legbiztonságosabb az úgynevezett hidegtárolók, például a Ledger, ami ugye egy ilyen pendrive jellegű cuccos, mindig kódot generál bizonyos időközönként, amikor fölcsatlakozol a számítógépeden levő ilyen kezelőfelületre, és azt is meg tudják csinálni, hogy attól függetlenül, hogy a Ledgereden van a kriptód, mégis le tudod stékelni, és úgymond a pénzed dolgozik addig, még a saját birtokodban van. Ez a legjobb, tehát olyan, mint hogyha úgy raknád bankba a pénzed, hogy nincs a bankban, nem nálad van, és mégis fizet rá a bank bizonyos százalékot, csak ugye a jelenlegi bankok jóval kevesebb százalékot fizetnek, mint a akármelyik DeFi üzlet, tehát itt az 5-10%-ig rengeteg mindent el lehet érni százalékosan. Aztán megsikerült vásárolnod az első coinjaidat vagy tokenjeidet, utána ugye figyelled különböző indikátorokkal, vagy egy TradingView-n, amit most itt a képernyőn is láttok, a különböző alakulását, az árfolyam alakulását a coinoknak vagy tokeneknek, és hát ugye döntést hozol, eladsz, veszel, meg az, hogy mennyit adsz el, mennyit veszel. Itt ugye a youtubereknek rettenetes nagy felelőssége van, és sokszor ezt nem feltétlenül úgy kezelik, ahogy kellene, hanem saját önös érdekeiket nézve úgymond befolyásolják, manipulálják a tömegeket, hiszen ugyan sokan elmondják azt, hogy ők vásároltak ebből meg ebből a coinból, de hát a kezdő az mit csinál? Hú, hát hogy ez vásároltak, az biztos jó lesz, akkor én is vásárolok. És hiába mondja el, és ezzel bizalmat épít fel, hogy figyelem, nekem pénzügyi érdekem, hogy a coinnak az értéke fölmenjen, ez valahogy az emberi psziché ezt ignorálja, ezt az információt, inkább mint pozitív dolog értékeli, és azt mondja, hogy hát hogyha ő vett, akkor az biztos jó lehet, biztos utána nézett, hát ő nem kezdő, és ezért biztos érdemes beszállni. Ami ugye azt eredményezi, hogyha van valaki YouTube-enek 3, 4, 500, 1 millió előfizet vagy feliratkozója, akkor természetesen tud mozgatni néhány tízezer embert, aki ugye csak pár száz dollárt vagy pár ezer dollárt rak bele fejenként, akkor az azért jelentősen tudja az árfolyamát növelni, főleg egy kisebb piaci kapitalizációjú tokennek vagy coinnak. És hát ez néha előfordul, hogy fölmegy annyit az árfolyam, hogy akkor a YouTuber azt mondja, akkor na most akkor én kiveszem az éppen a profitomat, és tovább tudom rakni, és ezt te nem tudod megcsinálni, hiszen te már később szállsz be, és egy magasabb árfolyamon szállsz be, hiszen nem feltétlenül tudsz pont abban az időpillanatban venni, amikor még a többiek nem vásárolnak, mert később nézed meg a videót, meg hasonló, és akkor már egy 5-10-20-30%-kal nagyobb árfolyamon veszel, ami már lehet, hogy késő abban a körben. Hosszú távon persze lehet ettől még egy jó projekt, de erre nagyon oda kell figyelni, hogy és a youtuberekbe magamat is beleszámítani, tehát hogy mindenkinek érdeke és pénzügyi érdeke az, hogy azt, amiből vásárolt, és ezt valamelyest a videóiban promotálja, hogy minél többen vásároljanak. Persze én is olyanokat veszek, amiről úgy gondolom, hogy jó projektek, de ez nem jelenti az, hogy a jó projekt az egy hónapon belül jó, hogy két hónapon belül jó, lehet, hogy 5 éve múlva lesz az tényleg annyira jó, hogy azt mondjam visszanézve, hogy na, fú, de jó, hogy ezt megvettem. De általában ugye
senki nem akarok megsérteni, de az olyan csóró emberek, mint én, azt szeretnék, hogy azt a kevés pénzt minél hamarabb, minél többször meg tudjad forgatni, és minél több X-et kihozzál belőle, de ez a törekvésed, ez nem feltétlenül jó attitűdöt és jó kereskedési stratégiát fog eredményezni, és kapkodva pirosban eladsz, zöldben vásárolsz, és szépen lassan elerodálod a tőkédet, ha csak nincs akkora szerencséd, mint ami nekem az elején volt, hogy egy 10x-et pár hónap alatt simán csinált a portfólióm, és akkor már azért lehetett több felé elosztani, lehetett porlasztani, lehetett nagyobb összeggel porlasztani, nem csak 100 dollárt, hanem akár 500 vagy 1000 dollárt is be tudott az ember rakni, sőt volt, hogy all-in-t rakott az ember egy-egy dologba, aztán utána persze megbánta, mert nem úgy alakult a dolog, ahogy kellett. De a lényeg, hogy arra nagyon figyeljetek, hogy a youtuberek tudnak manipulálni. És senkiről sem akarok rosszat mondani, magamat is, ahogy mondtam az előbb, ide értem, és magamra is érvényesek ezek a dolgok, akármennyi is próbál az ember objektív lenni és segíteni. Azért a tudatalattim biztos vagyok benne, hogy mindenkiben ez van, hogy csak menjen fel az árfolyama annak a tokennek, amit vettem, vagy coinnak. Úgyhogy erre figyeljetek attól, hogy egy népszerű youtuber valamit, és itt a népszerűben nem magamra gondolok, valamit mond, hogy na ezt érdemes megvenni, bár nem pénzügyi tanácsadó, mindegyik elmondja, azért az fenntartásokkal kell kezdeni, és meg kell próbálni utána járni, hogy tényleg jók-e azok az alapok, tényleg látszete is akkora fantáziát benne, mint az adott youtuber, hiszen ezzel nem csak azt éred el, hogy megtanulsz egy metodikát, hogy hogyan lehet kiszűrni a jó tokeneket, coinokat a rosszak közül, hanem fejleszted magadat, és egy tanulási folyamaton mész végig, és nem feltétlenül lesz már szükséged arra, hogy youtubereknek a reklámjára fagyatkozzál. Jó? Aztán vannak olyan youtuberek, akik direkt napi technikai elemzéses videókat adnak ki, főleg van, hogy hármat, négyet is naponta, és mindegyiket természetesen úgy állítják be, hogy ingyen adom ezt az információt, kövess nyugodtan, sőt, hogy olyan rendes vagy, és a linkemmel csatlakozol a Bybit, meg a mit tudom én, mik a többi, ahol lehet tőkátétellel kereskedni, még egy csomó bónuszt is kapsz hozzá, ezt elmondják egy 5 perces videóban háromszor, akkor az emberben azért fel kéne gyúlnia a piros lámpának, hogy hát hogy ez annyira marha jó kereskedő, akkor mi a frásznak van neki szüksége arra, hogy az ő linkjével csatlakozzunk, és mi is elkezdjünk kereskedni. Persze mindegyik elmondja, csak akkor csináld ezt, hogyha tapasztalt kereskedő vagy, de ha tapasztalt kereskedő vagyok, akkor kurvára nem nézem a te videóidat, már bocs, a csúnya szóért. Tehát itt az egész nekem egy kicsit néhány youtubernél, főleg a Cardamon-nál elment egy nagyon nem jó irányba, és nem szimpatikus, amit az úriember csinál, ezért meg lehet kövezni, vagy nem, teljesen mindegy, nem érdekes nekem, nem szimpatikus az, amit ő csinál. Főleg az a része a dolognak, hogy tényleg csinál 3-4 videót egy nap, az egyikben azt mondja, hogy marhára fölmegy, a másikban az, hogy picit fölmegy, a harmadikban, hogy oldala, az a negyedikben, hogy picit lemegy, az ötödikben az, hogy nagyon lemegy az árfolyama a bitcoinnak, és akkor amikor bekövetkezik valamelyik az ötből, mert valamelyiknek be kell következni, hiszen minden eshetőséget lefedett, akkor bevágja az előző napi videójába az, hogy én megmondtam, látjátok? Persze, ha minden eshetőségére csinálsz egy videót, akkor kurvára be fog jönni az egyik. A másik négyen meg egy csomó ember veszített egy csomó pénzt, úgyhogy és a sok hülye meg ezt a én megjósoltam, ezért szöveget lemásolja, gúnyosan vagy nem gúnyosan, teljesen mindegy, nekem ez az úriember kivágta a biztosítékot, de ez csak az én saját személyes véleményem és elnézés, hogy
mondtam, hogy nem akarok semmilyen youtuber ellen beszélni, de aztán mégis sikerült. Elnézést megkövetem, Carl de Munn biztos egy nagyon ügyes trader, hiszen nem hiába került oda, hova került. Valamit biztosan ért a dolgokhoz, de én ezen módosítanák, de ez az én saját személyes véleményem. Tehát figyelni kell arra, hogy ezek a clickbaites videók, amiket fölraknak, hogy azonnal pár órán belül ilyen kitörés, olyan kitörés van, csak nézd meg a videóját, és akkor ezzel növeli az esélyt arra, hogy csatlakozzon a csatlakozzál az ő bármelyik kereskedő fiókjához, amiért ő természetesen jutalékot kap. Nekem az egész ez így visszás, és ezért is vettem ki a Bybit-es linkemet már jó régen a kereskedési videóim alól, hiszen tőkeáttételt nem támogatom, és nem akarom, hogy miattam veszítsem valaki is, mert az én linkemmel regisztrált ezekbe a dolgokba. Tehát még egyszer, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, de tanácsadok mindenkinek, hogy ne kereskedjen tőkeáttétellel. Tilos, nem szabad, fúj, rossz, nem. Jó, aztán mi az, ami még nagyon fontos a kriptokereskedéssel kapcsolatban? Rengeteg indikátor van, általában minden indikátor, ami fizetős, annak megcsinálják az ingyenes verzióját, ami lehet, hogy nem annyira jó, de valamelyest árérték arányban biztosan hasonló tud elérni, mint az eredeti. Lehet, hogy egy kicsit ritkábban fejlesztik, vagy frissítik a dolgot, de a lényeg az, hogy lehet ingyenesen is megtalálni ugyanak a dolgokat, illetve általában nekem speciál egy Boehlinger Benz, meg esetleg egy volumen chart vagy indikátor az elég szokott lenni arra, hogy lássam, hogy mégis merre megy a piac is, és merre lehet kavírnyálni, de aztán mivel az emberek, akik kereskednek, az ő értelmeik befolyásolják azt, hogy mikor nyomják meg a piros szel vagy a zöld buy gombot, ezért használhatsz te akármilyen indikátort, nincs olyan, hogy 100%-ban jó, sőt még 80-ban sem, hogy mindig bejön a stratégián, mindig kell finomítani a dolgokon, és hát ez eszméletlen nagy energiát, időt, stresszt okoz, ami nem biztos, hogy megéri. Én azt mondom, hogy aki megteheti, és van úgy befektetni való pénze, az inkább hosszú táv, és itt a hosszú táv az évek távlata. Tehát, hogyha egy medvepiac elején vásárolsz valamibe, akkor az 4-5 év, mire a jelentős összeget tudsz keresni vele. Mindig a bika piac végén, amikor lezajlik és a medvepiac elkezdődik, és elérjük valahol az alj környékét, akkor érdemes bevásárolgatni azokból a coinokból és tokenekből, amikben hiszünk, és mindig ez a fontos, hogy higgyünk benne, hiszen hogyha te hiszel benne, akkor rajtad kívül még valószínűleg több százezer vagy millió ember fog hinni benne, hiszen van valami érzelmi töltet, ami alapján kiválasztod a dolgokat, és akkor biztos, hogy a token a 4-5 év távlatában többszörösét fogja érni, mint amikor megvásároltad. Jó, tehát én azt javaslom, hogy mindenki kösse fel a felkötni valót, hogyha napi kereskedő akar lenni. Rettentően izgalmas, és nem bántam meg, hogy csináltam. Talán egy kicsit rövidebb ideig kellett volna csinálnom a dolgot. Rettenetesen sok mindent tanultam meg, főleg az, hogy én is csak egy ember vagyok, és nem vagyok valami Superman, amit nem feltétlenül gondoltam magamról, csak néha, amikor sikerült nagyon jó eredményeket elérni, de a piac mindig visszarak arra szintre, ahova valójában tartozol, és elég gyorsan realizálod, hogy te is csak egy kezdő vagy, és nem fogod tudni azt megcsinálni, amit a nagyok csinálnak. Amik ugye nagyon jól csinálják, a videójukban mutatják, hogy na, itt van egy nyitott kereskedésem, ez már 7,5 millió dollár pluszban van, ekkor szoktam gondolni, hogy
a kapzsiság az nem egy kicsit sok, nem kéne kivenni azt a 7,5 milliót, tök mindegy, hogy még tudnál 10 millióig csinálni, a 7,5 millió dollár miért nem elég neked? És akkor utána két héttel később megmutatja a videót, hogy hát az a nyitott izé már csak 1,5 millió dollár pluszban van, na hát ügyes voltál, akkor gratulálok neked, hogy akkor ez sikerült, de nem baj, nem baj, mert még a trend az fölfelé megy, addig akkor így nem zárom le. Hát így jártál. Na mindegy, ez biztosan az én kis korlátoltságom miatt van, hogy nekem nem kellene ezért több 10 millió dollár, nekem elég lenne annyi, hogy a pénzügyi biztonságot az ember valahogy el tudja érni, én ezt nem tudom, hogy a 100 millió, 200 millió forintban gondolnám, hogy annyi már elég lenne erre az életre. Minél később érem el, annál kevesebb is elég hozzá, hiszen annál kevesebb van vissza még ebből az életből. Úgyhogy én ennyit szerettem volna szerintem így egy éves marha nagy tapasztalataimat elmondani. Úgyhogy mindenki, aki ezt a pályát választja, próbálja meg átgondolni, hogy milyen fázisok vannak, és mindenki átmegy ezeken a fázisokon, akármennyire gondold magadról, hogy nem fogsz átmenni. Erről néhány követőm, akivel napi heti kapcsolatban vagyok, tudna mesélni, és tényleg átéli mindenki ezeket a dolgokat, akár akarod, akár nem. A piac így van felépítve, és így van megoldva, hogy a türelmetlen emberektől a türelmes emberekhez vándoroljon a vagyon. Úgyhogy ez van, és ugye, hogyha több 10 vagy 100 millió dollárod van bitcoinban, vagy akármiben, akkor könnyebben vagy türelmes, mint aki 2-300 vagy 2-3 ezer dollárral próbálja az életet megváltoztató jövedelmet vagy vagyont előteremteni. Úgyhogy a nagyobb kávéházában lehet kávézni, de nem biztos, hogy ízleni fog az a kávé. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!